Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket, a Szent Cecília kórust, gyülekezetünknek a kórusát és mindazokat, akik eljöttek ezen a mai szép délutánon erre a gyönyörűségesnek ígérkező tavaszi koncertre. Nagyon örülünk, hogy ennek a koncertnek itt a gyülekezetünkben helyet adhatunk, és előre is köszönöm a kórusoknak a fölkészülését és ezt a délutánt, amit együtt tölthetünk. Egyik kedves lelkész társamtól tanultam, hogy Isten áldását mindig arra kérjük, arra várjuk, amire előtte kértük is, úgyhogy egy imádság erre csendesedjünk rá, és kérjük is ezt az áldást. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged a te irántunk való szeretetedért, azért, hogy nem szűnsz meg bennünket gazdagítani, hogy alkalmakat készítesz, hogy barátokat adsz mellénk, hogy Urunk igével táplálsz bennünket, és hogy megajándékozol bennünket a zenével, az énekekkel, a dicséretekkel. Áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük ezt a mai délutánt is. Mindazt, amit itt a templomban, ami lelkünknek ajándékozni akarsz. Köszönjük ezt te neked. Kérünk, Urunk, hogy a te áldásod legyen rajtunk és velünk. És közöttünk. Ámen. És akkor én át is adnám a terepet a elsőnek szóló, hogy a két kórusnak a közös éneke lesz, és mindenek előtt szeretném megköszönni a Cecília kórust, hogy eljöttek ide hozzánk, és hogy mivel mi kicsik és kevések vagyunk, de ketten együtt már tényleg énekelhetünk az Úrnak, úgyhogy az másoknak is örömet okozhat. Az első dal, amit megszólal majd, az Beethoven Isten dicsőségére című műve. Oh.
dicsérettel köszöntjük mi is a még egyszer a kedves egybegyűlteket. Ezt Kálmán Farkas írta még az 1800-as évek közepén. Még két dalt énekünk el. Az egyik az, hogy Jézus hozzánk lehajoltál. Ez 1804-ből származik Egerszegről, egy énekeskönyvből, és Pikéti Tibor dolgozta fel a kórus művét. A harmadik pedig egy újabb dal, Új szíved adj. Ez egy Ballag Péternek egy most már 60 éves dala, amit Berkesi Sándor dolgozott fel kórus művét. Thank you.
áldás békességet kívánok, és jelenséget Jézus Krisztus asszony. Tiszta vasárnap, nagyon szeretettel köszöntünk mindenkit, kedves református gyülekezet énekkarát, katolikus testvéreket is látok, és természetesen a református gyülekezetből megjelent kedves testvéreket. Nagyon hálásra meg szeretném köszönni Katának, lelkészülőnek, Csabának a meghívást, számunkra nagy megtiszteltetés és öröm, hogy nem csak az ökumenikus ima héten, ami szintén nem kis dolog, tehát nem csak az ökumenikus ima héten, hanem más alkalommal is közösen énekelhetünk zenéletünket. Első blokkunkban inkább a 20. századi zenét fogjuk preferálni, nem kell megijedni, nagyon dallamos lesz mindegyik. Az első egy Alleluja, húsvét időben vagyunk. Gordon Young, amerikai zeneszerző, aki 1910-es években született és a 90-es években halt meg, az ő Alleluja című művét énekeljük. Thank you.
ma is élő zeneszerző műve következik. Nekünk igazi jó atyánk, mondhatom így talán, patronusunk, segítőnk, a Váci Székesegyház zeneszerző karnagya, Varga László karnagy úr. Vele nagyon jó a kapcsolat, és a Székesegyházi szintén Szent Cecília kórussal nagyon jó a kapcsolatunk. Az ő tollából egy Tubánkon citáris kezdetünk Szent Cecíliát köszöntő antifonát énekelünk át három verszakkal. Magyar szövege, érthetőség kedvéért, kint lesz a kivetítőn. Szent Cecíliát ugye a katolikus verkekben az egyházzenészek védőszentjeként tiszteljük. 250 örvényért halt ő meg, vértani halálával, és ezt boncolgatjuk egy kicsit a latin szöveg segítségével. Tudni kell erről, hogy először a Santos született meg 88-ban egy
kansasi kórus szimpóziumra, majd 92-ig bezárólag nagy változtatás volt a néhányesektől, hogy ugyan már fejezzel be, és megírta hozzá a többi tételt is. Most mi a Kiriét és a Számtoszt tanultuk meg belőle. A szerző a bevezetőben leírja, hogy ő idézőjelben csak felhasználta a szövegeket, a Kiriébe még Alleluját is kellett, tehát nem teljesen liturgikusan hű a szakrális keretekhez a szerző. Ő egy hangulatzenét szeretett volna, kicsit jazz, kicsit gospel, majd nem musical helyenként. De úgy gondoljuk, hogy az Úristen dicsőségére szól, ezért lehet énekelni nekünk is. Egy katolikus kórus ebben is tud egy picit lazítani. Tehát John Daly fesztivál miséjéből a Kyrie és Sanctus tételek következnek a zongorán is, a Santo, 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 Dominus Deus.
dicsérjétek az Urat. Dicsérjétek Isten szentélyében, dicsérjétek a hatalmas évboldozaton. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan. Dicsérjétek küldzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával. Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és kórával. Dicsérjétek csengő cintányéral, dicsérjétek szengő cintányéral. Minden lélek dicséri az Urat. Dicsérjétek az Urat. Isten mennyei világában minden léleknek dicsérnie kell az Isten. És itt a kelet azt azért nagyon zárul életet tenni, és azt mondom, hogy minden lélek dicséri az Istennek, nem tud mást tenni. Aki ugyanis Isten közelébe kerül, az úgy kezdi látni Istent, ahogy van, mint maga a szépség, a jóság, a szeretet, a békesség, az élet maga. És ebben a közelségben valahogy úgy az történik meg, amit egyébként mi is átélünk, hogy mondjuk amikor a nők megállnak egy női ruhából kirakat előtt, és csodálatosabbnál csodálatosabb ruhákat látnak, akkor így megtelik a szívük azzal a ruhával, és elkezdik dicsérni. Mert a szívén is a férfiak, amikor meglátok egy csodálatos autót, hogy néha látom, hogy ketten állnak, vagy tűnnek, és vagy ráznak, nézik azt az autót, és beszélnek róla órák hosszat, és amit nem értik, hogy mit lehet egy autóról órák hosszat beszélni, mert a férfiak a szíve azzal telik el. És talán még ennél is jobb példa, amikor emberek egy nagyszerű előadással megérkeznek, és az előadás, az magával ragadja az egész közönséget, senki nem tudott kimaradni bele, és a végén senki nem tud nem örülni és nem tapsolni, és kívül maradni ebből az egészből, mert magával ragadja az előadás az emberek szívét, lelkét. Hát az Isten közelségében valami hasonló dolog történik. Isten a mennyei világ látja az Istennek a nagyszerűségét, és nem tud nem dicséretet mondani, mert Isten nagyszerű és dicséretre méltó. Az a furcsa, hogy a teremtett világban egyedül az ember az, aki képes arra, hogy nem dicsérje az Istent, hanem inkább önmaga körül forog, és ha dicsér valakit, akkor magát kezdi el dicsérni. És azt hiszem, hogy ez abból is adódik, hogy az ember távolra kerül Istentől. És sokszor nem is látja, hogy Isten milyen nagyszerű, Isten milyen csodálatos. És ebben a világban még a keresztény ember is előfordul, hogy egyszerűen elfeledkezünk arról, hogy kicsoda az Isten. És ezért van itt ez a felszólítás, hogy dicsérjétek az Urat, és minden lélek dicsérje az Urat, és tévedés ne essék, az igazság, hogy erre a dicséretre legelőször és mindenek előtt nekünk, embereknek van szükségünk, hogy dicsérjük őt. Mert míg az ember dicséri Isten, megtelik az ő gazdagságával, az ő nagyszerűségével, a dicséret közben. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian ismerjük Böjte Csabát, azt a történetét, amikor egyszer egy stoppost vett föl egy férfi embert, és akkor beszállt mellé, akkor elkezdte nagyon szívni a feleségét. És egy ideig hallgatta ezt az embert, aztán azt mondta neki, hogy most szálljon ki az autóból, vagy kezdjen el valami jót mondani a feleségéről. Ismerjük a történetet, ugye? Na. Hát akkor már a felét elmondtam. És akkor azt mondta neki Csaba testvére, hogy akkor most tessék elkezdeni dicséret, csak akkor benne valami dicséretre méltó. Először elkezdte mondani, hogy hát azért jól tud főzni, és mire megérkeztek és kiszállt az autójából, már egészen szerette a feleségét, mert rájött arra, hogy hát kicsoda
olyan nagyszerű kincset kapott ő. Amikor az ember dicséretet mond, akkor megtelik a szíve, a lelke is azzal, amit dicsér, mert valahogy ránéz és ráfókuszál. Észreveszi az értékeit. Olyan nagy szüksége lenne nekünk magyaroknak megtanulni egyébként is dicsérni, mert a kritikákban abban nagyon jó vagyunk. Van egy nagyszerű előadás, és miről kezdünk el beszélni? Mi az, ami nem volt jó? Ahelyett, hogy azt mondták, mi volt az, ami jó volt, és nagyszerű volt. Meg kell neki magyaroknak tanulni, dicsérni a másikat, a kicsiket, a gyerekeket, amikor picit már valamit csinál, és sem azt nézni, hogy nem, még ez nem tökéletes. Nem úgy játszik az ókorában, ahogy a kántor úr játszik, vagy a kormány úr játszik, hanem még csak egy kézzel, de szükség van arra a bátorítás, és meglátni a tehetséget abban, akiben tehetség van. És a szárnyakat ad egyébként az embernek. Hát hasonlóképpen, amikor az Isten dicsérjük, akkor az embernek a figyelme, a keresztény embernek a figyelme el kell szakadnia önmagától. És oda kell fókuszálni, figyelni, kicsoda is az én Istenem. Milyen nagyszerű és csodálatos. És minél inkább ránézünk, annál inkább értjük azt, hogy óriási dolog az, hogy Isten nem akar kimaradni az életünkben. Nem akar távolságot. Hogy Isten Jézus Krisztusban közel jött hozzánk, és nem csak mellénk akar állni, hanem a szívünkben, lelkünkben lakozást akar venni, és ott akar ő munkálkodni, szolgálni. Hát azért mondja az éget, dicsérjétek az Urat, mert még ez történik egy gyülekezetben is, megtörténik az a csoda, hogy bár fizikailag ott ülünk a padban, de a lelkünk kezd elszakadni, és fölemelkedni sok minden, amit hoztunk, amivel benne vagyunk napról napra, és már is egy kicsit közelebb vagyunk a mennyhez, Istenhez. És már is másnak látszik, igen. Dicsérjék meg az Urat, és azt mondja ez a Zsoltár, hogy sok színűen lehet dicsérni Istent, mert Isten sok színű. Fantasztikus. Sokféle hangszerrel, és még hangszer nélkül is, ahogy a kórusok teszik. Azt gondolom, hogy a kórusoknak éppen abban van a nagyszerű szolgálata, hogy ebben a dicséretben előreállhatnak, érreállhatnak, érreállhattok, és vezethetitek a gyülekezetet, és segíthetitek a gyülekezetet, hogy elszakadjunk, hogy fölfele nézzünk, és megteljen a szívünk Isten nagyszerűségével. Hát azt kívánom, hogy legyen áldás a továbbiakban is, a karvezetők és a kórus minden tagján. Azért a hűséges és áldatos szolgálatért, amiben benne vagytok. Mert olyan egyszerűnek tűnik egy-egy ilyen művet előadni, de nem az. Sok-sok munka van mögötte, és azt hiszem, hogy sok-sok imádságnak is kell mögötte lennie, hogy ne csak a hangok legyenek a helyén, hanem a lelkünk is. Legyen áldás rajtatok ezért a szolgálatért, és köszönjük azért, amit a szolgálaton keresztül a gyülekezeten kaphatnak. Dicsérjétek az Urat, mondja a 150. Zsoltár, és hát tegyük ezt most is, meg vasárnapról vasárnapra, meg az otthonunkban is. Amen. És akkor most újra visszaadnám a terepet, a szót a kórusoknak. Német szerzőnek a művét hallgatjuk meg, amit kifiseljünk már nagyon megkedveltek, és most mi megtanultuk meg négy szólamban. Ez a Galata 6.2 dolgozza föl, egymást a tervét hordozzák, és úgy töltsék veletek be a Krisztus törvényét.
tiszteletért, aki a tízes években feketeként az első professzor, a zenei professzor volt Amerikában. A felesége pedig a Juilliard Művészeti Iskolának az első fekete diplomása. És szólt érekel az alkoholikusnak, ami a polgári tanulmányos. Oh,
szerepet. Nagybőjti és húsvéti kórusműveket énekelünk, váltogat, és hangulatában változatos legyen. Liszt Ferenc Via Crucis című oratóriumából énekeljük az Vakfényes István arcot, korát. Ennek érdekessége, hogy biztos tudni kell, hogy fantasztikusan jól érte, jól ismerte a különböző zenei korszakokat. Nagyon jól tudott reneszánsz, barokkot, romantikusat komponálni. Itt a barokk zene világába megyünk el, akármintha Johann Sebastian Bachtól lábon származna ez a harmonizáció, és érdemes elmérkednünk a szövegen, hogy a megváltó Krisztus milyen áldozatot vállalt értünk. Thank you.
Maradunk a reneszánsz zenében, és milyen gyönyörű kontrasztot tudunk kapni a bőrből. Vinea mea eretta, tudatlan rosszabb viadána. Az egyoltán érzti nagyon közismert, jelen bőjtét énekelünk most tőle, szövege ki lesz szintén vezetve. Ez keresztbehozatali ének a nagy pénteki liturgiában, ez egy Jézus síratás, vagy sírása, hogy hogy vált az új szőlője, Vinea mea, amit ültetett, hogy változott ellenem, hogy Barabás szabadon bocsátja, őt pedig keresztre veszik ki. Tehát nagy pénten kereszt halál. Thank you.
Köszön erejét nyájtasz fel, hogy a kérdés mellé vagy együtt, közösen. Cezár Frank Dextera Domini című nagy volumenű romantikus kórus művének részleteivel szeretnék a hallgatóságot megörvendíteni. Talán már azt valami ismeri a Szent István tárgóval. Zsoltár feldolgozott, hogy feldolgozás olvashatunk. Ez egy húsvéti Zsoltár. Ez egy 10 perces kórusmű lenne, de a középrész, egy modulációs rész, szólistákra is szakasz, stb. Az ki van vágva, tehát az elejét és a végét énekeljük el, hogy a csordból talán nem fog az élmény tőle. És még egyszer nagyon hálásan szeretném köszönni ezt a lehetőséget, hogy ez az igazán jó akusztikájú templomban együtt szolgálhattunk, mert ez is együtt gondolom, Isten szolgálatos módon mondja ez mindannyiunk számára. Dextera Domini Cezár Frank tollából énekel az összkúrus. És számomra pedig mindig hatalmas nagy öröm, akár nem csak az ökumenikus imagyével, hanem ilyen kis ezeket, ilyen életű